Madžarski premier Viktor Orban je v Budimpešti v letnem govoru povzel stanje v državi. Napovedal je nove davčne olajšave za madžarske družine, naprimer subvencije za nakup avtomobila in odpis dohodnine za ženske, ki vzgajajo vsaj 4 otroke. V govoru je znova zagovarjal svoje stališče proti priseljevanju. Načrt za zaščito družin je namenjen Madžarom in ne priseljencem. Mindenkinek munkajo. Lesz mindenkinek otthona, lesz minden gyereknek bölcsöde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv is. Lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes időskor is. Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni.